Ja, hogy elindítottam a felvételt, és nincs is letöltve a játék, kemény. Jól van. Várjál már, hát ez nem lehet! Maszkot horrornak kukoltak! Ments el, drágám, mi van? Mi van? Hát jó, na tehát itt is meg a kék is Twisted Bakery-vel, ami egy újabb maszkot horror, amiről szóval meg kell, hogy mondjam, én ezért a játékért egy fillért se fizettem. Ez a játék körülbelül egy hónappal ezelőtt, amikor begyűjtöttem és beszereztem, akkor még ingyenes volt. Most már valamiért 5 euró? Nem értem, fura egy döntés átrakni fizetősi egy játékot kiadás után. De mindegy, szóval itt vagyunk, nézzünk bele, normál, hardcore vagy végtelen, szerintem normálozunk, jó, szóval... Ez nem egy ilyen lineáris maszkot horror, ez inkább egy olyan, hogy van egy objektívünk és azt kell megcsinálnunk. Szóval ez 1994. Kisgyerekek eltűnnek a sötétségbe. Kihúzzák őket erőszakosan az ágyukból és átviszik őket egy másik világba és nem tudtam elolvasni a maradékot. Érdekes. Én is ilyen vagyok? Én is egy gyerek vagyok? Szerintem én is egy ilyen gyerek vagyok. Üdvözlet? Flashlight. Ez azt gondolom. Aha. Oké, okay, van egy kékesebb flashlightunk, de van. Ó, kis szemgolyó követi a kurzoromat. Fúj! Rendben, itt vagyunk a konyhai raktárban, ahogyan elnézem. Ebből a dobozból jöttünk kifelé. Mi van a hátuljára írva, vagy? Tésztitodsz a gyerek elfogók! Tényleg? Hát úgy látszik, van kompetencia a piacon. Élő hozzávalók, friss gyerek elfogók. Mi a franc akar itt lenni? Mi a... Szép napokat. Ki van itt, vagy hogy van itt, vagy mi van itt, mi? Oké, okay. Sütő Junior, Cooker Junior, júj! Ja. Oké, jó, ez alapnak hangzik, nem tűnik olyan nehéznek, oké, okay, tehát rá kell jönnöm, hogy hol vannak ezek a hozzávalók, és tehát sütni kell vele. Az összet megvalva... Ezt tudjátok, mire hasonlít? A Purple Place, vagy mi a tököm a neve? Az valaki tudja, hogy micsoda? Purple Place, jó, én azon éltem annó. Tehát az goated volt, a Purple Place, az fantasztikus. Azt hiszem, abban a játékban is volt egy olyan minigém, ahol sütögetni kellett, az volt az egyik kedvencem, ez mi volt ez a hang? Mi kell nekünk egyáltalán? Tehát kell gondolom cukor, kocka formában is az, meg konzerv formában is cukor, oké. Okay. Aztán tej, aztán csont, meg slurp juice. Mit csinálnak ezek a gombok? Semmit, tehát gondolom akkor valamit hozni kellene neki, hát figyelj, az Amanda vagyok, erre fel kéne jönni, mert itt mutatja igazából kékit. Hoztam valamit szerintem. Hova? Oké, okay, hoztam kakaót, hogyan tudom feltölteni a lámpámat egyébként, mert lemerült. Mi van? Mi a baj ennek a palinak? Azt sem tudom, mit vettem fel, megmondom őszintén. Vigyek még egy kakaót? Szerintem viszek még egy kakaót. Mennyi kakaó kell? Szerintem nem nagyon kell több kakaó az őszintén megvalva. Ez mi akar lenni? Oda én szerintem nem megyek, ez viszont nem tudom, hogy mi, de ezt is berakhatjuk ide. Sweetie nem jutott el. Mi? Mi van? Mit kérjünk? Kérjünk ilyet. És azokat kell leadni oda előre. Mi volt ez a hang? Várok! Kell egyetlen bújnunk valamiről? Van egyetlen ellenfél? Mi a franc történik? Annyira egy ilyen, egy pure dream ez a játék egyelőre. Dobálni? Mi az, hogy dobjam el? Hova dobjam? Mit dobjak? Miért dobjak? Mi van? Cső! Oké! Okay. Jó! Ez ötletes és aranyos az őszintén megvalva, ez nekem tetszik egyelőre. Elkészült akkor még egy ilyenünk. Habár megmondom őszintén, azt nem nagyon tudom, hogy honnan a... francból szerezzek én olyasmit, hogy esetleg... csont. Kösz. Tehát olyasmit nem nagyon tudok, hogy honnan szerezzek az őszintén megvalva, hogy... hogy lámpa. Tehát, hogy honnan szerezzek több elemet, vagy valamit. Ú, sütik. Errefele el szeretnék jönni megnézni a sütiket. Ez mi? Kacin. Kéki! Oké, okay, megjött Torti, Y-na. Most akkor egyből jön utána? Mostantól szerintem leszpannolta őt. Ne lásson meg téged, tényleg? Ez nem bíztató ám. Új, de is be lehet jönni. Ó, búvóhelyek, meg ilyesmi. Jó. Ja, hogyha nem használom a lámpát, akkor töltődik fel, ahogyan elnézem. Aha, jó. Írja is bal fent, vagy jobb fent, bocs, hogy most én itt el vagyok bújva. Oké. Okay.
Mit csinálta a soundtracket ez a játékhoz? Miért jók a zenék? Kiszik a hangok hátulját? Igen, a többi gyerek, akik el vannak amúgy bújva. Kiki ez már fele volt? Kiki ezt tudja a franc, hogy hol volt? Érdekel ez minket egyáltalán? Ez őszint megvalva nem nagyon. Innen vihetek valamit? Nem hiszem, hogy innen vihetek valamit. Szerintem nekem vissza kellene. Az erre fele jön? Nem erre fele jött szerintem. Nem tudom. Nem is tudom, hogy mit tud csinálni, vagy mennyire gyors, vagy hogy ki a franc ez pontosan, csak annyit tudok, hogy tort Y-na. Torty? Jó, nem tudom, mennyire gyors vagy erős torty. De annyit tudok, hogy én résen leszek, tehát arra, hogy csak szimplán elbújjak. Most elment valamerre, vagy? Tehát most itt kemper, itt középen. Elment valamerre, jó. Akkor én visszamegyek a főbejárathoz, ide. Oké. Itt viszont nem nagyon tudunk, tehát búvó helyet. Tényleg nem tudunk fagyasztó. Mik ezek a hangok, de félek basszus a hangoktól. Ide esetleg elmentnék? Nem hiszem. Az a ténylegesen hatalmas baj igazából, hogy itt nekünk nem nagyon van búvóhely. Nem szóltam, oké, logikus a játék, legalább el lehet bújni ilyen random kis helyekre. Mondjuk oda nem hiszem, hogy el lehet bújni, oda be... Jó, ki volt a felelős a hangeffektekért és a zenékért? Mert ezek retek jók! Na várj, én azt látom, tehát ballent, hogy ez számol vissza, hogy... Ugd be, légy szíves, nem hallok semmit. Oké, tehát én azt látom, hogy a játék az ment eléggé gyakran. Na de azért ment, mert vannak checkpointok akkor ezek szerint? Ez egy borzalmasan szar pozíció, megmondom őszintén. Vinni szeretnék valamit. Itt egy lakat, jó. Akkor most már tudjuk, hogy mi a célunk, legalábbis gondolom. Itt van Kéki? Hol van Kéki? Tudok én innen bármit elvinni? Tehát kellene nekünk valahonnan egy kulcs. Mentés. Mentés elérve. Jó, tehát most akkor tudom azt mondani, hogy például én most jelenleg nem félek annyira, mert volt egy mentésünk és esetleg nekifutok Kékinek vagy valami? Mert az ötlet megvalva, azt nem nagyon tudom, hogy mit kellene csinálnom. Ez nem nagyon lett nekem elmondva, hogy mit kell csinálnom. Valamit összeszedtem. Hol van Kéki? Én beszeretnék errefele menni. Jó, hogy ő most ott van. Van valahol búvóhely? Igen, jó! Oké, itt elméletileg nem fogja észrevenni. Én ezt most visszaviszem oda. Ez tej, igaz? Igen, ez tej szerintem. Miért állt meg? Mit nézek előtt? Menj már el, légy szíves! Ne vissza arra, Pali! Arra a kíváncsi, hogy Kéki az úgy működik, hogy tehát, hogyha hiddenbe megyek, akkor abszolút elfelejti, hogy itt is voltam. Vagy hogyha esetleg látja, hogy elbújtam, akkor kiszed innen. Arra vagyok eléggé kíváncsi. Az mi az a csík bal fent? Én nem tudom, de őt most szerintem vehetjük úgy, hogy elment. A futásomnak szerintem nincsen egyébként annyira hangja. Aha! Hey! Mi kell még? Annyira szeretném megtudni, mi a franc kell még, de nem nagyon látom. Tehát cukor kell, gondolom, meg... Nem? De szerintem mindenképpen cukor kell, azt innen hoztunk, nem? Honnan a francba hoztunk cukrot? Várj! Honnan hoztunk bármit? Innen középről lehet hozni a dolgokat, nem? De! Tehát ott a csont... Itt a cukor. Oké, megvan a cukor, jó. Tehát mindent középről kell hozni gyakorlatilag. Vagyis hát valahonnan, innen is lehet valamit hozni, ahogyan elnézem. Új, már rá, Pali, ott volt. Ott van. Ez annyira jó ez a zene, egyre hangosabb, ahogyan közelebb mész hozzá. Jó, ezt is belerakhatjuk szerintem. És akkor tudom most már valamit csinálni? Kell valamit kezdenünk? Gondolom, tehát mind a háromra itt középen le kellene rakni valamit? Legalábbis csak arra tudok gondolni, másról nem nagyon tudok gondolni, hogy mire van az a kiállító stand. Mi másért lehetne feljegyezni, hogy melyikből mennyi van igazából? Nem nagyon látom más értelmét, mint hogy igazából oda kirakjuk őket, úgyhogy az lesz a célunk valószínűleg. Csináljunk! Mi van? Jó, tudod mit? Igazából azt kellene most nekem. Abból kellene mindenképpen nekem most, csak tehát azt honnan tudok szerezni? Gondolom egyértelműen az az, ami a legtávolabb van. Vagy tehát valami, amit nem is tudok, hogy hol van. Nem az a csont, az nem kell már ennyi csont, hagyjál már csontokkal. Ez kell nekünk, nem? De, ez kellett nekünk. Aha. Oké, tehát oda ugyanúgy jobb oldalt lehet lemenni, és az kellett nekünk, igen, na. Kérek akkor egy kéket, légy szíves, kérek egy kéket, és akkor a kéket azt le is rakhatjuk oda. Csináljunk minden négyből egyet, és rakjuk fel oda, mert nem nagyon látom, hogy mi másért lenne ott egy ilyen számláló, hogyha nem azt kellene egyértelműen használnunk. Persze lehet dobálni is, de minek? Mit dobáljunk? Egyelőre nem nagyon látom értelmét a dobálásnak. Az ott most jó. Tehát abban most van egy. Oké, kellene egy lila is. Azt tudunk egyből csinálni, hallod? Hát egy zseniális. Mondjuk az nem lenne rossz látni, hogy mi kell hozzá igazából. Chocolate pie. Oké, ez ilyen csokis pite lesz. Várok. Megvagy.
Kösz! A hangeffektek, basszus. Ott jött be! Ja, csak lefordult balra szerintem. Ja, mi kellett a harmadikhoz? Mondom, mi kellett a harmadikhoz? Nem ilyen hangokat kérdeztem. Az a baj, ránézésre sem nagyon tudom megmondani. Hát figyelj, kell tej, az a cukor, az cukor, vagy az a cukor, vagy tudja a franc, meg ez a, jaj, ez kokóvé, nem? De, tehát ez a kakaó. Oké, figyelj. Wow! Oké, tehát hogyha hidden helyre mész, akkor 100% eséllyel egyből eltűnik az, hogy tehát ő látott téged. És ahogyan elnézem, mutatja tehát most mellette, hogy milyenre érzékeny talán, mert ezt mutatta mellette. Jó, szeretnék még kakaó powdert, hogy tehát ilyenből sose legyen most már szükségünk, tehát olyanban mindig tele legyünk, oké? Okay? Meg akkor majd egyszer hozok innen is, mert itt is van nekünk valami, nem? De, itt van nekünk a cukorka. Tehát cukor az mindenképpen kell pitébe, basszus, cukor nélkül nem nagyon van pite. Mondjuk te is meg lehet, hogy kellene, de egyelőre ha majd szétvegyük, akkor majd a cukrot még hozunk. Itt mi van? Zöld kulcs! Mi? Nem tudtam elolvasni. A Sweetről beszélt, akit mi ugye bedaráltunk. Arról a kis muffinról beszélt. Nem tudtam elolvasni, el lehet újra esetleg olvasni? Nem hiszem. Ez borzalmas az a pozíció. Elmehetnék? Szóval van itt egy kis muffin, az a neve, hogy Sweet. Eléggé úgy tűnik, hogy segítségre van szüksége. Láttam, hogy a gyerekeknek az egyik dobozát, amiben a gyerekek voltak, az kilazította. Nem hiszem, hogy ő olyan szörny, mint a többiek. Ezt írta nekünk Jessica. Az a baj, hogy Sweetit mi már úgy bedaráltuk. Rendkívül sajnálom, de ezt igazából máshogy nem is tudom mondani. Ezt nem tudom máshogy mondani. Sweetit megfogtuk és bedaráltuk a francba. Oké, még egy mentés megvan. Mit tudunk még csinálni? Nem tudom, tej kellene meg kockacukor, de ahhoz meg ki kéne menni középre, hallod? Ki merjek jönni? Cső? Akkor már egyszer hozok innen, mert ez van távolabb, tej. Ezt mindig nem tudom, hogy ez milyen a hangja akar lenni, de ez egyelőre seriális, ez nekem nagyon tetszik. Ez egyedi! Na mennyire működik a hidden? Oké, tehát ahogyan elbújsz, instant elfelejti, hogy léteztél. Hál' Istennek, jó. Akkor igazából nem is nagyon kell foglalkozni Kékivel, hogyha tudjuk, hogy hol vannak az ilyen hiding spotok a mappon. Ez jó, viszont meg kell, hogy mondjam, hogy ez rendkívül egyedi a többi Kabala horrorhoz képest, mert ez nem egy lineáris W nyomvatartó szimulátor, ez egy futkosz körbe W nyomvatartó szimulátor, de úgy, hogy tehát kell benne bujkálni is, kell benne tudni, hogy hol vannak az alapanyagok, amiket szeretnél hozni, kell benne stratégiázni, hogy ugye melyiket craftolod le esetleg. Ú, most a kékre érzékeny? Meg tudnám esetleg dobni őt? Őt kellene megdobni? Hey, Kéki! Hey, Kéki! Igen, őt kell dobálni! Oh! Jó, itt több értelme van a gameplaynek. Tehát akkor olyanokat kell tortákat kell csinálni, és akkor amikor arra érzékeny, akkor őt kell megdobni. Ez mi volt ez a hang? Ez nem tetszik. Kéki fogja dobni az egyik kulcsot akkor, hogyha feltételez nem kell. Mi kell? Narancssárga kellene most akkor. Mi kellene ahhoz? Kockacukor, gondolom. Hát figyelj! Mire érzékeny ő most? Nem nagyon fogjuk megtudni. Mire vagy érzékeny? Még mindig a kékre? Az a baj, a kékben most jelenleg sajnos nincsen több. Viszlát! Tudok menni amúgy mögötted? Most megfordult volna, ha lennél sírtam volna. Kocka cukorra lenne szüksége, mert körbenézhetünk igazából errefelé is, mert itt még például nem is voltunk. Ja de, itt van még egy búvóhely, de viszont itt nem nagyon találtunk semmit. Igen, tehát csak megint csak egy ilyen cukros falat. Aha. Jön ki? Remélem, hogy jön ki. Hogy tervezek én innen visszamenni egyébként? Arra nem gondoltam, basszus. Tehát az meg volt fejbe, hogy oké, kijövök onnan. Hogy jövök vissza? Így? Húskocka? Mire kell az pitébe? Mi van? Én azt hittem, hogy kockacukrot hozunk. Hát maradjál már. Oké, nem baj. Kérek egy narancssárgát, kérek egy narancssárgát. Most pont arra érzékeny, ez pont jó. Hallod, lemegy arra, fejbe vágom vele, aztán ennyi volt. Please wait. Add ki. Add már ki! Kösz. Megvárom. Ezt a palit, ezt most itt olyan szinten fejbe fogom vágni, hallod? Ahogyan elnézem, ilyen 6 vagy 7 pitére lesz szükségünk igazából, ez teljes mértékben megoldható. Mondjuk meg lehet itt Sweetie-vel kellett volna megcsinálni, mert... Ja... Nem tudok menteni, mert veszélyben vagyok. Mi van? Hallod? Ledobtam a kislábúját. Nem baj. Eltaláltuk. Ó, és ilyenkor nekiáll egy picit így bicegni. Jól van. Akkor mégsem ilyen 6 hétre lesz szükség, mert ez jóval többet vitt ez a pite. Rendben.
Mi az, hogy nem tudok menteni, mert veszélybe vagyok? Menj el! Hadd tudjak menteni. Most? Basszus, csont is kell, meg kockacukor, meg ilyen baromságok, hát hagyjál már, Pali. A csontot azt tudok hozni, az... Ja, a csont az nem vészes, a csont az egyik legkönnyebb az őszínet megválva. Igen. Jó, mi kellene még? Nem ez. Kire vagy most érzékeny, vagy mire? Még mindig a pirosra? Az a baj, a piros az pont, hogy az egyik legdrágább, ahogyan elnéztem. Ja, ha bár figyelj, meg lehet, hogy most akkor itt teszek egy távozást. Mi kell nekünk? Bármi, ami itt van. Tehát hozhatunk sima cukrot, hozhatunk kocka cukrot. És most tudtál menteni? Szó szerint ott álltam Kéki mellett, most tudott menteni. Az előbb rinyált, hogy izé, hogy veszélybe vagyok, nem tud menteni. Ja, hogy... Azok az ajtók, azok Kékinek vannak ott? Az ajtók, amiket nem tudtunk ugye átmenni, azok az ajtók, azok Kékinek vannak ott, mert ő tud rajtuk átmenni, hogy teleportálgasson körbe a mappon. Itt több értelme van igazából. Így határozottan több értelme van mindennek. Nem baj, hozzuk egy rakatnyi tejet, ha bár sok értelmét nem látom, hogy sok tej legyen itthon, de... Mi kell még? Ja, az a kis cukorka, az merre fele volt, ezt kimegyek és így jobbra, nem? Ez nem tetszett nekem ez a hang. Határozottan nem tetszett, mivel ott volt. Tudod mit? Vissza szeretnék menni. Spawnra szeretnék menni. Kösz! Ide most be fog jönni. Milyen gyerekeknek vesznek ilyen pitét a szülei, de most komolyan, miért tennéd ezt? Mit tudunk csinálni? Nem, az a baj, olyat kellene csinálni, ami erre érzékeny. Csak most jelenleg nem látjuk, hogy mire érzékeny, úgyhogy most ment el oda. Ez egy opció nekünk, hogy hozzunk még cukrot. Ha csak nem fordul vissza, igaz? Igaz, nem tervez visszafordulni? Nem tervezed visszafordulni. Zsír! Jó, még több cukor. Még több cukor esetleg, az egy lehetőség? Itt van még? Nem, nincs itt, nincsen már neki hangja, úgyhogy valószínűleg nincsen itt. Jó, figyelj, még több cukor, én a mondó vagyok. Még több cukor. Cukor az mindig jó. Miből van kevés? Húskockából, meg csontba. Az itt a nagyba igazából, hogy tehát így is Kékinek a közelébe kellene lennünk, mert tehát ugye valamiről látnunk kellene, hogy mire érzékeny folyamat. Hogy tehát akkor már egyszer olyat csináljunk, amivel meg tudjuk őt sebezni. Szerintem feladom azt, hogy ide rakjak mindegyikre egyet, mert ennek nincsen értelme, ezek szerintem tényleg, tehát csak azért vannak, hogy eddig tudj még többet csinálni, hogy ugye szabad legyen az a slot. Na most a sárgára érzékeny, abból eddig sose csináltunk egyet se, szerintem. Sárgából abból abszolút nem csináltunk egyet se, úgyhogy meg lehet, hogy jobb lenne, hogyha... Megfordult rám üvölteni, azt neki át nézegelődni. Imádom azt a palit. Jobbra. Az a baj, én is elnéztem volna szívesen arra, de se baj. Tehát most akkor sárgára érzékeny, ahhoz viszont még több húskocka kell, ahogyan elnéztem. Vagyis hát az egy nincs, és nem engedi lekraftolni. Úgyhogy logikusan húskocka kell hozzá. Sárga, oké. Csináljunk. Hogy figyelj, hogyha igazából nem lesz rá érzékeny, akkor max lerakjuk oda, tehát nem vesztünk vele semmit, hogyha megcsináljuk így sem úgy sem. Legább lesz mindegyikből igazából, legább mindig tudunk rá reagálni, bármire lesz érzékeny, oké? Hogy néz ez ki? Miért van benne egy kópanya? Mindegy, hogyha nem baj, én ezt most lerakom. És akkor most már látjuk, hogy mibe került ez. Húskockába kerül kifejezetten. Aha. Jól van, tehát ez mindenképpen húskockába kerül. Tudod mit? Addig nincsen más dolgom, addig igazából hozok kakaót. Miért ne? Jézusom, hozzá 100 kakaót? Van egy olyan achievement. Most az itt retek nagy baj, hogy Kéki az ugye spannolhat itt például. Tehát kijöhet azon a falon át. Ami nekünk nem olyan jó. Érkezik. Oké. Na mire vagy érzékeny most? Kékre! Az ma megint pont nincs. Köszi szépen! Viszont látásra sétál csak el mellettem. Őrült. Hogy a francba nézel ki? Haló! Menj már el! Viszlát! Mit fogsz te ott hátul csinálni? Tudunk egy kéket craftolni gyorsan? Nem tudunk. Mi kell a kékhez? Nem nagyon tudjuk, hogy mi kell a kékhez, az a baj. Asszus! Most nem fogunk tudni belevinni damage-et. Valamit csinált hátul, nem? Még jó, hogy itt is van egy búvóhely, basszus. Még jó, hogy ennyire gyakran vannak búvóhelyek. Várj, én nem azt mondom, de Kékit mindenképpen megverik. Oké, kell húskocka. Mindenképpen kell húskocka. Tehát abból most nincs. Kéki az most elment oda. De igen. Tehát Kéki az most szabályosan átment azon az ajtón. Magyarul nem kell tőle félni, mert nem ott van. Az a baj, most valószínűleg arra fele jött talán ki? Azt hiszem oda visz az az ajtó, hogyha... Nem is tudom. Megmondom őszintén, ugyan felépítve ez a játék, mint hogyha valami felszépített horror Pac-Man lenne. Mert tehát ő a szellem akkor a Pac-Manből, én vagyok Pac, hogy man. Jó franc. Mi a neve Pac-Mannek? Szerintem az a neve, hogy Pac-Man. Visszajött a falból, erről beszéltem, hogy tehát az a baj, hogy ő tud itt spannolni. Most meg a lilára érzékeny, az van. Várjál már. Hey Kéki! Hey Kéki! Kérsz egy picit a saját fajtádba? Azaz!
megkaptam magáét. Útrok még egy lehet is olyan. Zsír, igen jó. Akkor meg lehet Deathrunk damage-elni még egyet, hallod? Az mi jó lenne? Egyébként megmondom őszintén. Én azt hittem legelőször, amikor megláttam ezt a gameplay loopot, tehát legelőször, amikor megmutatta nekem a játék, hogy ez lesz a gameplay. Én egy picit azt hittem, hogy nagyon-nagyon idegesítő lesz, tehát futkozni folyamat az alapanyagokért. De nem olyan rossz. Nem olyan rossz, mint amire gondoltam. Sokkal kevésbé érzem úgy, hogy fárasztó össze-vissza futkozni az alapanyagokért, sokkal jobban érzem úgy, hogy egyébként jól érzem magam. Nem tudom, hogy sikerült ezt elérni ennek a játéknak, de... Most jött ki itt mellettünk, vagy mi? Szerintem most jött ki itt mellettünk. Nem. Oké, mit tudunk craftolni? Narancssárga kéne, az még nincs. Ahhoz mi kellett, basszus? Cukor, nem? Cukor, cukor, cukor. Jelenleg kéki, az hol a francba van? Pali, az nincs sehol. Hát mi van vele? Narancssárga, igen jó. Na, most akkor lesz mindegyikből egy zsír. Na jött ki most szerintem? Ez annak a hangja volt? Szerintem te... Aha, igen, igen, ez annak a hangja volt. Jó, mire vagy most érzékeny? Nem tudjuk meg. Nem baj, mindegyikből van egy. Történik valami? Nem, nem történt semmi. Jó, tehát akkor ez tényleg te csak arra van, hogy oda tudjad addig rakni, hogy addig tudjál más csinálni. Kéki, be tudnál nézni ide, mert van neked ajándékom, egy-két pite, amivel arcon szeretnélek vágni, hogyha mondhatom itt szép szavakkal. Kéki uram. Mi akar lenni ez a hang? Ott volt benn. Jó, jó. Hát figyelj Kéki, hogyha te nem jössz, akkor én addig futkozom és összeszedek dolgokat, mert csak az időmet pazarlom, hogyha nem csinálok semmit. Úgyhogy én addig csinálok valamit, nem? De, ú, most meg cukor nincsen, meg csont. Csontból sosincs, basszus, az kéne. Kéki, ez hol van? Pali, ez megszűnt létezni. Valahol itt van mögöttem mindenképpen, csak az a jó kérdés, hogy hol. Hallod, kakaóban mindig annyi van, mert azon a legközelebb. Ja, tudunk még csinálni lilát. Kifejezetten lilát tudunk tehát mi most csinálni. Cukor kéne még, nem? Hova tűnt az úr? De most úgy halálkom olyan. A Palit már évek óta nem láttam. Unironikusan nem láttam már nagyon-nagyon régóta, nem tudom, hogy mi történt vele. Kiesett a mapból, hallod? Ez mit menne? Ez mi volt az hang? Persze, hogy oda spannolt? A sunyi helyre! Oké, okay, sárga, az igen jó, abban van. Mondjuk úgy mondom, hogy nem szó szerint lenne mindegyikből. Mindjárt. Nem tudom, mennyire mozoghatok így utána, tehát nem tudom, mekkora neki a range-a, az a baj. Na meg mellé se kellene dobni ezt a szutykot, ugye? Figyelj! Hé, Kéki! Baszki! Jó, viszek még húskockát. Jól van. Tudom most már ilyet csinálni? Nem, még egy húskocka kell, tényleg. Három kell belőle. Azt a fazit, az legközelebb nyakorúgom, hogyha tehát odaül. Most a Pali miatt nem tudtuk megmenteni a gyerekeket. Jipi! Kénye, az baj. Veszélyben vagyok. Még mindig sárga, de azt most dobtam mellé. Váltsál, légy szíves szint. Most nem jó a sárga. Kösz. Jó, mi kell még? Valami innen kellett, nem? Ez? Tej kell nekünk, nem? Én úgy tudom, hogy tej kellene nekünk. Aztán meg lehet, hogy nem. Nem tej kell, az izi, az hol van? Azt nem találom most, na márja. Hát nem itt van, az biztos. Határozottan nem itt van. Hol a francban az egy darab izi, ami kell? Ó, van egy kék kulcsunk is, nem már. Megint a sunyáj, megint a sunyáj, nem hiszem el. Nem találom most ezt az egy darab dolgot, amire szükségünk van. Kék! Az jó! Abból azt hiszem van egy? Tök mindegy, mennyi van belőle igazából, csak legyen. Bocs. Nem voltam hiddenbe, azért kezdett el nézegelődni. Fordulj le! Ne nézegelődjél, Pali, fordulj le azon a sarkon, légy szíves! Visszajön, beszarok ezen a palin. Arra felmenj, az jó! Stop hiding. Start. Az jó. Kéki! Hey Kéki! Hekek! Oké, hol van az utolsó hiányzó alapanyagunk? Nem tudom, hogy már erre fele van? Itt is van ilyen alapanyagi zéro? Nem! Hol a francban az utolsó? Hallod, megfosztottak tőlünk egy alapanyagot. Jó, mindegy, hozok még egy húskockát, mert ne igazából. Itt hátul lenne? Nem, lehetetlen, hogy ott hátul lenne. Hol a francban az utolsó alapanyag? Azt a jobb alsót, azt nem tudom, hogy honnan kell szerezni. Jön vissza Kéki. Innen kellene? Nem raknák ennyire közel egy ajtóhoz szerintem. Baromság lenne. Hozok cukrot, azt az alapanyagot, azt ténylegesen nem tudom, hogy honnan kell szerezni. Vagy csak úgy szimplán elfelejtettem. Várjunk. Itt középen itt négy leadó van? Nem csak három. Mi lett a negyedikkel? Hol van a negyedik ilyen hely, ahonnan tudunk valamit szerezni? Itt hátul?
Nem hiszem, hogy ide raknák ilyen közel egy ajtóhoz, mert az baromság lenne, hogyha ugye rátszpanolnak éki. Itt is csak egy van. És itt is csak egy van. Be vagyok szívva, eddig honnan szereztünk olyat? Mindegy, akkor ez csak szerencsésnek kell lenni, hogy ne olyat kapjunk, amihez kellene sárga, ugyanis sárgát anélkül nem tudunk craftolni, ahogyan elnéztem. Kék már megint, az igen jó, tudod miért? Azért, mert most, hogyha itt lefordulsz, én kijövök, és megfogom, azt lecraftolok egy olyat, oké? Mellékattintottam, te halad, én sírok, mi kell? Szerintem egyből tudunk majd egy kéket is csinálni, hogy nyomok mellé ennyire, hogy a francban nyomok mellé ennyire, de ez most komoly. Nekem nagyon nem megy. Tudunk egyből kéket, hál' Istennek. Oké, nyomj egyből egy kéket is, légy szíves. Hey, kéki! Beszorultál? Mik ezek a hangok? Való életben jönnek ezek a hangok, vagy a játékban? Nem tudom eldönteni, megmondom őszintén. Hova fogsz spannolni? Nem tudom, csak ne sárga kelljen hozzá. Olyat nem tudunk craftolni, mert nem tudom, hogy hol van az az alapanyag. Súnyi helyre spannolt, hogyha jól hallottam? Igen, súnyi helyre spannolt. Sárga! Az most nekünk pont nagyon-nagyon nem jó, megmondom őszintén. Azt most kihagyjuk szerintem, tehát most meg kell várni, ameddig fázist vált, mert nem találom az utolsó alapanyagot. Hol a francban van az, de tényleg? Ó, de jó, hogy pont jössz kifele. Nem? Nem kifele jött. Balra ment el? Ó, de hogyis nem kifele jön, és még mindig sárga. Nem akarsz esetleg fázist váltani? Mert a sárgát azt nem nagyon tudom sebezni. Nem tudom, hogy hol van az egy darab alapanyag. Ha már egyszer elmész oda, akkor én már egyszer teszek egy hatalmas nagy kört, és megkeresem azt az egy darab hiányzó alapanyagot, mert nem létezik, hogy tehát nem létezik, értitek? Ez az talán nem? Honnan a francból tudnánk még egy ilyet szerezni? Mert spanoltál be mögém? Megmondom őszintén, fogalmam sincs, hogy hol van az a jobb lenti alapanyag, és azt se tudom, hogy mi az egyébként. De nem baj, kék. Vagy, ja, az kék, szó szerint. Tehát torta is, meg egyébként is kék szín. Itt nekiállsz itt forgolódni, légy szíves, menjél el, mert szeretném levenni ezt a kéket, aztán pofát benyomni. A legnagyobb viszontlátásra kék, itt nem fogsz hiányozni, higgyél nekem. Csinálunk még egy kéket addig, hát ha arra felemegy, figyelj. Ez az! Kulcs droppolt! A kék. Szó szerint, tehát a kék. Eze. Nem. A fagyasztó. De kéne most bemenni ide. Aha, fagyasztó. Haha! Zsír! A feldolgozó helyszínt feloldottuk. Cutscene van, ahogyan elnézem. Frostina! Ez még egy boss? Ez szerintem még egy boss. Igen! Ez még egy boss! Viszont látásra jó éjszakát. Jó, tehát akkor több van belőle. Wow! Damn! Viszont hogyha te több boss van ténylegesen, akkor nem lenne rossz... Ó, te már tudsz Naruto futni, és eléggé gyorsan is, ahogyan elnéztem, jó. Tehát hogyha több boss van, akkor viszont nem lenne rossz szerintem rájönni, hogy hol a francban van az az utolsó alapanyag, amire szükségünk van, mert én azt szóval, én ezt literálisan nem találom, tehát megmondom őszintén. Ez most komoly, hogy itt van? Ez most komoly? Az eddig is ott volt? Én eddig ilyenért soha nem mentem el. Mert még a játék elején adott nekem a sweetie-et. Aha. Peanut butter, oké. Tehát konkrétan mogyoróval, jó. És akkor tehát... Sárgából most nincsen. Igen, mert húskocka kellene hozzá, hogy ránézem, jó. Hozok húskockát. Hozzá kell még szoktam ennek az új karakternek a hangefektjeihez, de tehát akkor most még egy ellenharcolunk. Csak ez már konkrétan sprintelt, tehát az valószínűleg nehezebb is lesz eltalálni, aminek nem nagyon örülök. Meg lehet úgy kellene, hogy magunkra kell hergelni, és utána kellene a pofájába nyomni ezt a tortát. Lila, az igen jó, mert abban most van kettő, te hallod, double damage-et tudsz kapni belőle. Miért jössz ilyen turván felém? Nem akarsz innen valamire úgy elmenni? Miért arra felfutsz el? Nem szeretnél visszajönni? Ha, pedig pont, hogy Lila az, de pont van. Történik ott kint. Cső? Attól félek igazából, hogyha ilyen szinten tud futni, ez egyszer csak nekem fog rongyolni, megmondom őszintén. Nem baj, most már végre tudunk sárgát is csinálni, jó? Csináljuk egy sárgát, és hát akkor valahogyan füstöljük szét a Frostit is. Frostalinát, vagy mi a franc ennek a neve, és akkor mindegyik helyszínen lesz egy boss, tehát az mi az még... Még három boss gyakorlatilag. Kérlek, legyen sárga. Az vicces lenne. Nem, ez összehet meg, ha elég lesz most nekünk ez a mentés szerintem, és valószínűleg akkor így is van, mentettünk. Én ide szerintem holnap visszajövök, mert ma még veszek egy másik videót is, ugye arra is fel kell készülni. Szóval holnap ezt folytatjuk. Ez rendkívül az egyik jobb maszkot horror, amit láttunk eddig szerintem, úgy kifejezetten. Főleg azért, mert itt láttunk egy gameplay loopot, egy gameplayt azon kívül, hogy csak nyomva tartjuk a duplavét. Na de, ahogyha tényleg annyi boss lesz, amennyi helyszín, akkor meg lehet, hogy a végére monotonná tud válni, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen új dolgokat fog bevezetni. Valószínűleg a
az ellenfeleknek lesznek képességeik, mint például ez az ellenfél, ez most már tud sprintelni, ugye. Kíváncsi vagyok, miket hoznak még, ezt folytatjuk mindenképpen. Jó, akkor holnap jövünk majd. Csöszök, hali. Bra!